Dolgoznak a hatvani szolgáltató Kft. Munkatársai. A városvezetés minden évben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 60 nyári színekbe öltözzön. Idén csaknem 41 ezer kihelyezett növény biztosítja majd a város virágosítását. A munkálatokat ebben az évben is személyesen felügyeli Gulyás Katalin főkertész. Mint mondta, most az egynyári növények kerülnek beültetésre, amelyek a teljes szezonban virágozni fognak. 2200 négyzetméter felületen ültetünk egy nyárit, és ezen kívül még más cserepes, edényes növényeket is kihelyezünk, így az oszlopokat, virágoszlopokat, a villanyoszlopokat díszítjük, de gúla is kihelyezésre kerül, nagy cserepes muskátlik, begóniák kerülnek ezekbe az edényekbe. Gulyás Katalin azt is elmondta, hogy az aszályos nyár lehetősége idén is megvan, így ebben az évben is kiemelten kezelik a növények öntözését. Az új parkjainkban mindenhol csepegtető öntözőberendezés van, de azért vannak régi ágyások, amiket még mindig lajtos kocsival, kútból nyert vízzel öntözünk. Hozzátette, hogy 60 idén is nevezett a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre. Az országos megmérettetésen már több rangos díjat nyert a város, 2022-ben pedig Gulyás Katalin lett az év főkertésze.